replenet. Szerintem nagyon jó vezetéknevem van. Sokan így is hívnak, ugye ezen szólítanak, a barátaim is mind így szólnak. Nem is a keresztnevem, hogy Tamás, hanem hogy Sors, gyere ide, Sors, mit csinálsz? Remélem az életem is ilyen sorsszerű lesz mindig. Pont egy vasárnapi napon ott voltam a nagymamámnál, és éppen azt néztem, hogy a lángosokat süti, ettem is, kicsit duci gyerek is voltam, és akkor Tolya bácsi odajött hozzám és beszélgetett, és emlékszem, hogy még féltem tőle, mert nem igazán tudott még annyira beszélni magyarul, és nekem ez furcsa volt, hogy így töri a magyart, de aztán teljesen megszerettem, és elkezdtem nála úszni. Én nem igazán voltam egy olyan komoly gyerek, én mindig rosszalkottam, én mindig az úszótársaimmal poénkodtam az úszodába, és nem is azzal foglalkoztam, amivel kellene, nem az úszással. De idővel, ahogy egyre idős lettem, és jöttek az eredmények, és láttam ennek a súlyát, akkor úgy éreztem, hogy ezt komolyabban kell venni, és egyre komolyabban csináltam. Peking után kicsit leeresztettem, kicsit lazultam, és ugye nehezebb volt visszaállni, de úgy érzem, hogy most már jó úton haladok, és remélem, hogy ugyanolyan jó lesz majd ez a londoni olimpia, mint ami Pekingben volt. Én nekem egy számom van, ez a 100 méter pillangó. Én úgy mentem ki Pekingbe is akkor, hogy ezt a 100 pillangót meg akarom csinálni, és sikerülni fog. Most is Londonon úgy vagyok, hogy a 100 pillangót meg akarom csinálni, és akarom, hogy sikerüljön. Ez az a kis titok, hogy nem szabad feladni, és mindig pozitívan kell gondolni arra, amit csinálsz.